Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, önök a Városi TV februári műsorát látják. Ma esti adásunk a téli műsorrendünknek megfelelően alakul. Most is kizárólag csak a szokásos magazin műsorunkat sugározzuk, melybe közéleti témáinkat követően ezúttal is összefoglaljuk az elmúlt hetek farsangi pári eseményeit. Az idén volt 10 éves évfordulója az úgynevezett Zengő csatának, amikor a hegyre tervezett lokátor ellen tiltakoztak a civil aktivisták. Február 15-én ebből az alkalomból szerveztek túrát a Zengőre, majd egy konferenciát Hosszúhetényben. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Sólyom László egykori köztársasági elnök is. Képes összefoglalónkat Bognár Gyöngyű felvételeiből készítettük, köszönet érte. Szeretettel köszöntünk mindenkit, örülünk, hogy együtt vagyunk újra. Sokan nem tudtak eljönni, mert mind a két községben farsang van, és ezért a gyermekeiket kell gardírozniuk, így nem tudtak följönni. Együtt vagyunk, és arra emlékezünk, hogy 10 évvel ezelőtt összetudtunk úgy fogni, hogy egy közös ügy érdekében együttműködve, félretéve az ellentéteket, egymás segítve tudtuk észérvekkel, érzelmekkel és szeretettel megoldani ezt a problémát. Azt gondolom, hogy talán a jövőben is fontos lenne az, hogy az együttműködés és az egymás tisztelete az bennünket összekapcsolhasson, hiszen senki nem kéri tőlünk, hogy majom szeretettel szeressük egymást, csak annyit, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Annak örülnénk, hogyha itt továbbra is a Zengőn és az ország többi területén is ez a szellemiség fönnmaradhatna és terjedhetne. Megkérem Bíró Ferenc. Bíró Ferenc, több bíró is van. Bíró Ferenc Pécsvárad polgármesterét, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Jó napot kívánok! Elnök úr, államtitkár úr, képviselő úr, a környezetvédelmi szervezetek vezetői és zengőharcosok, minden kedves vendégünk, engedjék meg, hogy Pécsvárad polgármestere nevében a pécsváradi lakosok nevében köszöntsem önöket. Abból az alkalomból, hogy 2004. február 13-án egy olyan esemény történt, amelyre azóta minden évben megemlékezünk. Ez az esemény, amit mi úgy hívunk, hogy a Zengői csata, tulajdonképpen egy sorsfordító eseménye volt a Zengőért való küzdelmünknek. Itt fordult meg a sorsa az egész ügynek, mert itt történt meg az, hogy nem csak az országos sajtó, hanem a világ sajtó is foglalkozott velünk, és nyilvánvalóvá vált az a kitartás és az az összefogás, hogy itt semmilyen körülmények között nem szeretnénk, hogyha lokátor lenne, és itt történt meg az, ahol egyetlen egy csepp vér a sajtó oldalára, valamennyi sajtó oldalán ott volt, valamennyi sajtó első oldalán, Tömöri Balázsnak az az egy csepp talán odaszáradt vére, az, amelyik nagyon sokat számított az események sorában. Én úgy gondolom, hogy ez az esemény valóban sorsfordító volt, mert utána már következett az egymás után az események láncolatában, amikor a hatalom engedni látszott, és más megoldásokat keresett.
Számunkra ez a zengői küzdelem egy maroknyi ember határozta, pár tucat ember, akkor Hosszúhetény és Pécsvárad polgárai, akik ezt először kezdeményezték, és azok közül nagyon sok itt van ma is közöttünk, hogy nem szeretnénk, hogyha ez a kultikus helyünk, ahova minden évben feljövünk a december utolsó napján, lokátorral elcsúfítva és tulajdonképpen a környezetet rombolva találkozzunk vele. És ez a harcunk az, amelyik tulajdonképpen eredményre vezetett. Hozzánk csatlakoztak az ország környezetvédői, segítettek bennünket környező települések, és évekig, 2-3 éven keresztül építgettük, és úgy, ahogy Tamás mondta, szeretettel, egészen az egyszerű tiltakozási módszerektől a gerilla harcokig, mert hiszen erre is emlékeztek, hogy bizony voltak ilyenek is, már nem fegyveres gerilla harc, hanem az, amikor már átléptük tulajdonképpen kis hián, és merem mondani 10 év után a törvényesség határát is, de mindezek eredményre vezettek. Én úgy gondolom, hogy számunkra a zengő ügy és az egész ország számára példa volt arra, hogy összefogással és a civil szféra összefogásával mindenkori hatalomnak olyan ellenpólusa lehet az ellenzék mellett, amely mindenképpen figyelemre méltó. Én nagyon köszönöm mindenkinek azt, aki eljött, hogy emlékezünk, és ezt ne felejtsük el, mert ez ma is példa az engő története. Mindazok a környezetvédők számára, vagy azok, akik hasonló problémával küzdenek, hogy együtt, közös akarattal bizony lehet bármely hatalommal szemben eredményre jutni közös harcunkban. És engedjétek meg, most nem akarok tovább erről beszélni, mert hiszen erről lesz délután is szó, meg bizonyára elnök úr is emlékezni fog ezekre, mert vannak olyan embereik, akik nem lehetnek itt velünk, olyan zengő harcosok. És itt dr. Győrfi Mihályra szeretnék emlékezni, és Csank Sándorra, vagy Csank Róbertre, bocsánat, most én is hibázok, Csank Róbertre, akik időközben elhunytak, és ezt a kis koszorút ide felakasztanánk az ő emlékükre, és nagyon köszönöm a figyelmeteket. Tisztelt barátaim, csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jó együtt ünnepelni. Én nagyon örülök, hogy találkozom régi arcokkal 10 évvel ezelőttről. A tanulság az egésznek az, hogy csodákat tud tenni az, hogyha az emberek tényleg teljes szeretettel kiállnak egy ügy mellett. Bős Nagyváros óta ez volt a másik sikeres és nagyon szép és országos hatásfokú vagy holderejű civil mozgalom. És ennek a szépségét valóban az adta, hogy nem távoli elméleti emberek találták ki, hanem pécsváradiak és hosszúhetényiek. Emlékszem arra a nagy hóra, amikor itt voltunk, emlékszem, amikor hozták föl hajnalva pécsváradiak asszonyok pogácsát, innivalót, és kitartottak. A tanulság az, hogy soha nem késő, ki volt tűzve az út, vágták a fákat. Ez pont olyan, az ember fölmegy Visegrádra és lenéz, ki volt már ásva. Úgyhogy soha nem szabad feladni, ez legyen a tanulság. Köszönöm szépen. Most a szolgálati közleményként szeretném mondani, hogy mindenki szeretettel várunk ebédre a Hosszúhetény Kultúrháznál, és utána a kis konferenciára úgy szintén. Jó? Mert? Társak,
boldogan és szeretettel köszöntök mindenkit. Hetényieket, akik ma a házigazdáink, pécsváradiakat, pécsieket, komlóiakat, budapestieket, mindazokat, akik hát együtt voltak velünk, és együtt voltunk azokban a nehéz napokban, amikor csak sóhajtozva néztünk fel a hegycsúcsra, hogy vajon Istenem mit hoz a jövő, és mi lesz ennek a hegynek a tetején. És vagy megmarad úgy, ahogy az Isten megteremtette. Hát a történet végkifejlete örömteli, mint ismeretes, és hát ezt megünnepeljük, megjárja ez a társaság minden évben ezt a túrát, valamint megteszi december 30-án is azt az óév búcsúztató túrát az Engőre, amely 25. évéhez ér lassan, amit 92-ben szerveztünk először. Tehát szerveztük ezeket a túrákat az év végén, szerveztük a Bazsa-Rózsa virágzásakor, és egy ilyen alkalommal jött az a hír, hogy ide rovátor készült. És akkor a világbámuló túrából egy tiltakozás, az volt az első tiltakozás, amit Herbert Tamás megemlített, 1996. május 12-én, és aztán minden ilyen közös összejövetelen és zengő túrán, tehát mindegyik egyben egy tűtakozás is volt, mert azonnal nonsensnek éreztük azt, hogy egy természetvédelmi területre egy műtárgyat helyezenek, és pedig ilyen jellegű műtárgyat. És a további kutatások kimutatták, hogy lepusztította volna a hegynek a hegyet takaró erdőt, ez az építkezés, és tehát a helyi káron túlmutatóan messze menő súlyos következményeket hozott volna ennek a hadi objektumnak az ide telepítése. Hát arra a következtetésre jutottam, hogy minden feladathoz a Jóisten valakit hozzárendel, vagy feladatként kiosztja neki ezt a szerepkört, és ahhoz meg is kapja a lelki erőt, hogy erre a feladatra képes legyen. Valószínű, hogy most hasonlóra már nem lennék képes, talán azért, mert 10 év eltelt közben, vagy nem tudom miért, most nem ez a feladatom pillanatilag, de akkor is ott megkaptam valahonnan kívülről, vagy felülről azt a feladatot, és sokan mások is a társaim közül, akikkel ezt a harcot folytattuk, hogy erre képesek legyünk, és megkapjuk hozzá azt a kitartást és energiát, amivel egy ilyen harcot nem lehet vívni. Igazából biztos vagyok benne mai napig is, hogy ez életem legnagyobb közösségi élménye volt, tehát nem hasonlót azóta se éreztem, vagy tapasztaltam, hogy olyan összefogás és a településen, vagy a szűkebb közösségemben olyan fajta kohézió létrejött volna, azóta se tapasztaltam. Tehát mindenképpen életre szóló élménynek tekintem ezt az Engő védelmet. Soha szerintem nem pótolható, vagy hogy mondjam, többször valószínűleg át nem élhető lelki és közösségi élményeknek a forrása volt az Engőért. A jövő héten egy újabb előadáson vehetnek részt az érdeklődők a Tudásvárad rendezvénysorozat keretébe. A részletekről beszéltek a szervezők a Városi TV kamerája előtt. Polgármester úr, mi az oka annak, hogy ilyen rövid idő alatt kerül sor még egy előadásra, hiszen eredetileg, amikor ennek az egész előadás sorozatnak a koncepciója megszületett, akkor arról volt szó, hogy két havonta lesz egy-egy előadás. Hát igen, talán egy kicsit ezt az eseményt, hogy most egy ilyen rendkívüli beiktatott előadásra kerül sor. Ez azért van, mert hát részben választás előtt állunk, részben olyan témát tudtunk tulajdonképpen önök elé hozni, amely mindenkit érdekel,
és a másik pedig, hogy olyan neves előadót találtunk, aki a kormány tagja, államtitkár, Soltész Miklós, aki hát úgy beszél majd erről a választások idején, hogy tulajdonképpen nem pártpolitikai megszólalás lesz, hanem valójában véve a problémának, mint szakembernél, szakemberek által való körüljárása az, amiről szól. Azt hiszem, ez mindenki számára nagyon jó lesz, mert hiszen így könnyebb lesz választania is. Eléggé hangzatos a cím. Lesz-e nyugdíjam, lesz-e unokám? Mit akar ez? Hát, ahogy a cím is mondja, ez tulajdonképpen az emberekben felsejlő két kérdés. Nagyon sokakat foglalkoztat ez, különösen azok, akik a nyugdíj közelében vannak, de a fiatalokat is nagyon sokan azt mondják, hogy amikor én már annyi idős leszek, akkor már nyugdíj se lesz. Tulajdonképpen ez a nyugdíjrendszerünkről szól, az, amiről minden nap tulajdonképpen hallunk így vagy úgy, hogy ez az előregedő társadalom, ez képes lesz-e tulajdonképpen majd ezt a nyugdíjrendszert, amely tulajdonképpen alapjaiban változatlan már hosszú évtizedek óta fenntartani, működtetni. Tehát jogos a kérdés, hogy lesz-e nyugdíjunk pár év múlva, vagy pár évtized múlva, és hát ezekre a kérdésekre kapunk választ majd a legilletékesebbektől, akik tulajdonképpen már most kell, hogy tervezzék a nyugdíj fenntarthatóságát. Az unokám az pedig nyilvánvaló ebből képződik. Ugye ki az, amikor az ember eljut abba a korba, amikor nyugdíjas lesz, akkor tulajdonképpen egy igazi öröme marad a család, és hát elsősorban az unokák. A saját gyerekének az ember nem tud úgy örülni igazán, mert hiszen annyi feladata van, mint az unokájának. És az látszik ma a társadalomban, hogy bizony-bizony a fiatalok sokkal nehezebben vállalnak gyereket, és hát így a kérdés jogos, hogy vajon az én gyermekem az gondoskodik-e arról, hogy nekem legyen unokám? Lehetőségei meg lesznek rá, a feltételei meg lesznek rá, és ez megint egy jogos kérdés, akkor, amikor tudjuk, hogy demográfiai adatok szerint a társadalom öregszik, és egyre kevesebb gyereket szülnek a családok. Beszéljünk most egy kicsit az előadókról. Ugye Soltész Miklóst államtitkár urat talán nem kell bemutatni a kedves nézőknek. Én most viszont arra lennék kíváncsi, hogy másik előadó Zentai Lászlóról mit lehet tudni? Zentai László egy soproni születésű úriember, aki statisztikusként kezdte a pénzügyi világban a munkáit. Volt a statisztikai hivatal központjában főosztályvezető, volt pénzügyminisztériumban is dolgozott, és fantasztikus ambícióval rengeteget tanult, jogász lett, elvégezte a statisztikai hivatalhoz szükséges összes képzést, és a nyugdíj szakmában pedig rendkívül módon bedolgozta magát. Lehet úgy mondani, hogy ő nyugdíj szakértő. Amit a polgármester úr mondott, hogy lesz-e unokánk, hát itt kell jön el az a dolog, amikor ő el tudja mondani, hogy milyen körülmények között tudja majd az ország biztosítani nyugdíjasoknak a nyugdíjat. Nem véletlenül nekem említette, hogy még a magány nyugdíjak időszakban a költségvetésből évente 2-2,5 havi nyugdíjat be kellett fizetni, mert a nyugdíjpénztár, a magány nyugdíjpénztár ezt a pénzt elvitte. Na most ő sok mindent fog még mondani, egyébként mint érdekesség tőle ered a nők 40 éves nyugdíjba menetelének az ötlete és a rendelet kidolgozása is. Egy szolgálati viszony után való. Igen, ez 40 éves. Jelenleg ő most a az országgyűlés hivatalának népjóléti kabinetének vezető titkára. Tehát ő ott van közvetlenül az információnál, közbejátszik kidolgozásokban, tehát ő egy rendkívül informatik, jó előadó, aki minden információval rendelkezik. Tudom, hogy több egyetemen is oktat, nem mint professzor, de mint meghívott előadó. Ugye, ha azt mondhatom, ez egy nagy durranás, hogy egy államtitkárt és egy kormányfőtanácsadót tudunk itt vendégül látni. Hogy kerültek ők egyáltalán Pécsváradra, vagy hogy jött az, hogy most itt fogadhatjuk őket? A Zentai László nekem fiatalkori barátom, együtt
huncutkodtunk Sopronban annak idején, mint ifjú titánok. És ez a kapcsolat megmaradt végig. Hála Istennek egy jó nexus van közöttünk azóta is. A felvetett téma mellett azt gondolom, hogy talán biztos, hogy lesznek sokan, akik majd érdeklődnek. Lesz-e mód rá, vagy lesz-e lehetőség arra, hogy a résztvevők, illetve az érdeklődők akár közvetlenül is tegyenek fel a két úrnak kérdéseket? Úgy gondolom, hogy igen, ez egy nagyon fontos része lesz, mert hiszen ez két olyan téma, amely bizonyára személyes jellegű problémákat is előhoz majd, illetve hát van, akinek ezek a problémái már megvannak, és ezért mi úgy gondoltuk, hogy ha az átlagosnál sokkal nagyobb időintervallumban legyen lehetőség kérdezni, vagyis fórum jellege lesz az előadás második felének. Mi azt kérjük, pontosan azért, hogy az idő jól tudjunk gazdálkodni, hogy lehetőség szerint írásban tegyék fel a kérdéseiket, tehát ne ott a helyszínen spontán, ha bár lehet majd ott is, de elsősorban ott azokat a kérdéseket fogják megválaszolni az előadók, amiket írásban feltesznek a legalább 24 órával az előadás előtt. Ezeket a kérdéseket itt a művelődési házba lehet leadni. A neveket látva nyilván többekbe felvetődik az, hogy ez vajon nem egy politikai fórum lesz, illetve nem egy választási fórum, hiszen járják most a politikusok az országot, és kampányolnak a közelgő választásokra való tekintettel. Én azt gondolom, hogy nyugtassuk most meg a nézőket, hogy itt kizárólag a szakmáról lesz szó. A szakmáról lesz szó, igen, mert tulajdonképpen arról lesz szó többek között, hogy mit értünk el idáig az elmúlt időszakban, mit szeretnénk elérni, és ez is egy nagyon fontos, és talán még a legfontosabb az, hogy ezt hogy fogjuk megcsinálni. Miként tesszük ezt meg? Nagyon nagy szükség van az előrelátásra, a konszolidációra, egymás megértésére, és nem a háborúskodásra, hanem az összefogásra, de ez a most a pozitív értelemben mondom, nem a másik összefogásra gondoltam. Köszönöm, polgármester, úgy az interjú végén azt hiszem, hogy talán a részletekről beszéljünk egy picit, mondjuk el a nézőknek, hogy hol és mikor is lesz valójában ez az előadás. Ez az előadás, ez március 3-án lesz, 18 órakor is itt a művelődési házban. Várunk mindenkit szeretettel, és mondom, hangsúlyozom még egyszer a kérdéseiket, ha lehet, akkor előre írásba tegyék fel, és akkor bizonyára választ kapnak rá. Az idővel így tudunk legjobban gazdálkodni. Még egy mondat, név nélkül is lehet kérdezni? Természetesen lehet név nélkül is kérdezni. Szándékosan a politikai kérdéseket, ha lehet, azt kerüljék, jó? Itt a nyugdíjrendszerrel és az ifjúságpolitikai rendszerrel kapcsolatban lehet majd kérdéseket feltenni. Hol és milyen módon lehet ezeket az előre feltett kérdéseket leadni vagy eljutatni az előadókhoz? Gyakorlatilag írásban, e-mailen, Pécsát honlapján ezeket figyelni fogjuk, hogyha ezek a kérdések ott megjelennek, akkor azok biztosan ide fognak kerülni, jó? Lehet, aki úgy érzi, hogy olyan kérdést kíván fenntenni, hogy kényes, az tegye meg úgy annélkül. Válaszolni fogunk minden olyan kérdésre, amelyben nem a rossz indulatot látjuk, és nem a szándékos esetleg politikai sandaságot. Most pedig, ahogy azt már híradónk elején megígértem, nézzük a farsangi báli eseményeket. Február 11-én a Nyugdíjas Klub összejövetelén a Szederkényi Testvérszervezet vendégeskedett a művelődési házba. A következő percekben az ő műsorukból láthatnak egy rövid összefoglalót. A Szederkényi Nyugdíjasok színjátszó és dalköre nevében szeretettel köszöntöm a pécsváradiakat és a marázaiakat. Örülünk, hogy egyszer ide is eljutottunk, nem csak ki mit tud alkalmával, hanem egyszer végre úgy, hogy önök előtt bemutatkozhatunk. Egy-két gondolatot a színjátszó csoportról. Idén ünnepli 10 éves évfordulóját, ez alatt, az idő alatt körülbelül 100 előadást adtunk elő. Részt vettünk 3 ki mit tudom, a legsikeresebb az Hévízen volt, amikor arany minősítést szereztünk, és ezzel egy görög utat nyertünk. A dalkör 17 éve alakult, elsősorban népdalokkal, műdalokkal, és akár modern dalokkal is
szeretnek fellépni. Nagyon sokszor a környéken lépnek fel különböző nyugdíjas találkozókon, térségi találkozókon. Boldog születésnapot! Mikor kigyúlnak ma az égi fények, nevetve mind e napra néznek. Messzi sugarukkal keresik a helyet, ahol egykor egy ember született. Útjukon rohanó szemeket fürkésznek, mosolygót, némát, fáradtat, szeretőt. Hálás vándor szívvel olykor megpihennek, fáradhatatlanul mégis tovább lépnek. Szaladnak az évek születésed óta, peregnek a percek, mint a homokóra. Az évek száma csak szalad, szívébe az ember fiatal marad. Köszöntelek téged a hideg téli napon, csak fehér jégvirág virít az ablakon. Köszöntelek téged, kezemben virág, születésed napján legyen tiéd a világ. Születésnapodon köszöntelek téged, Isten vezérelje mindent, te érted. Légy sikeres, boldog egész életedben, élj nagyon sokáig igaz szeretetben. Ünnepelj, és legyél ma boldog, hisz ez ma a te napod. Kívánom, hogy legyen még sok boldog születésnapod. Kedves Annám, olyan szomorú vagyok. Nyugodjon meg, asszonyom, kár a sorsot kárhoztatni. Volt egy derék, rendes férjem meghalt. A sors minden örömömet elragadta, nem hagyott csak szívfájdalmat. Úgy kínoz az a búcs özvegység, de ki tudja, mi jöhet még. Mi boldog voltam a házasság, és most csak fánszokra félhottam. Semmi örömöm nem maradt meg abból. Á, asszonyom, hát nem él jól. Most úr lehet a házában, kibe járhat egyfolytában. Ehet, ihat kedvére, nem rója meg senki érte. Én panaszkodhatnék jogosan, mert sok gyerekem van, és a tetejében még szegény is vagyok. Dolgoznom kell keményen. Asszonyomnak köszönhetjük, hogy még élünk. Tartsa Isten, így sokáig. Valami mégis hiányzik annak, de arról te nem tudsz. Egy jó férfi! Én ne tudnám, ha mi egyéb hiányozhatna? Ez jó kitaláltad. De nincs, csak én utánam érteklődne mostanában. Úrnő, nem így áll a dolog. Kettőt, hármat is mondhatok. Mind jó derék mesteremberek ők, kik titokban szemmel tartják őt. Csinosítgatják magukat. Hát, ha egyszer rájuk utat. De ön? Senkit sem fogad. Na mondd meg, onnan igazol. Hát kezdjük Rezsővel és Lajossal. Ezek közül egyik sem kell. És Endrére mit felelne? Ő az, aki megfelelne, de ő akar engem. Nincs oly nap, hogy ne esengjen. Hozzak üzenetet önnek. De én féltem, és nem tettem meg. Hát miért nem ajánlottad? Mert tiszteltem a halottat is, hogy asszonyom fájdalmát, gyászát nehogy félre magyarázzák. Máskor megbízz még ilyesmivel, ne titkoljod előlem. Én tegnap szólt, azonnal szót váltana asszonyommal. Négy szem közt, teljesen titokban. Igen, Annám, erre mondd neked, hogy fogadom. Már is rohanok, asszonyom, tudom én, hamar megtalálom. Endre rendes, finom ember. Jó íremet félteni nem kell. Ha megkéri a kezemet, gyorsan igen mondom neki. Hadd halljam tehát a tervét, tisztességem ellen talán nem véd. Most a házba megyek, és az ablakon figyelek. Ablakomba, ablakomba, besütött a holdvilág. Aki kettőt, hármat szeret, sosincs arra jó világ.
kívánok, béles legény, csalta meg a szívemet. A 15-én a művelődési ház nagy termében rendezték a zeneiskola szülők nevelők báját, mely szokás szerint most is a gyerekek és a tanárok közös műsorával kezdődik. Sok-sok ismerős arcot látom, akik évről évre velem együtt öregednek itt a zeneiskolában, és ezt azt kívánom, hogy legyen így még 100-120-130, hát nagyon sokáig még. Köszönöm szépen mindenkinek, aki támogatta a zeneiskolánkat, hogy a felnéztek oda a zongorára, mert hogy a zongora már csak arra jó, hogy tombolatárgyakat tartsunk rajta. Láthatjátok, hogy nagyon-nagyon sok felajánlásunk van, 100 forintba kerül a tombola, vásároljatok. Nem vagyok anyagias, de hát jó lenne, hogyha minél több pénz gyűlne össze a zeneiskola kasszájába. Szeretnénk hangszereket vásárolni, bottákat, amelyet a szülői munkaközösség tagjai, az általatok megválasztott szülők fognak figyelni, minden egyes garasról elszámolni. Köszönöm szépen a növendékeinknek, hogy felkészültek erre a ma estére, és mindenkinek kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást!
most pedig nem lesz túl nehéz a szöveg.
Híradónk végére még egy báli farsangi tudósítás maradt. Február 14-én délután a Művelődési Házban az általános iskola alsó tagozatosai számára rendezték a hagyományos jelmezes felvonulást. Felvételeink tanúsága szerint nem csak a kicsik bújtak jelmezbe, hanem a hagyományokhoz híven a tanáraik is csatlakoztak hozzá. Volen, áll lesz, így ferender, dob, fájsz, mi
before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh. Kézen fogva légy, kimossága légy,
Kedves nézőink, önök a Városi TV februári műsorát látták, csütörtöki adásunk ismétlését pénteken ugyanebben az időpontban sugározzuk. Városi TV legközelebb március 10-én jelentkezik élőadással az önkormányzat üléséről. Én most búcsúzom az est hátralévő részére, jó pihenést, jó szórakozást kívánok önöknek, a viszontlátásra!